Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint, ami megjelenik a másik csatornámon, Meisterin des Kartenlegens. Az ő gondolatait, terveit itt felül és alul látjuk. A kezében van a varázs pálcika, megvan a varázslatos kisugárzása. Tudja azt, hogy a terveit meg tudja valósítani. Itt a függöny megnyílik, vannak lehetőségek, kivirágzik valami, és itt van a közelében ez a bot. Ez a bot, ez jelképezi a tűz elemét, és a tűz eleménél mindig bátorságról van szó, tudja védeni magát, azon kívül lelkesedik valamiért, és megvannak köztetek a tüzes szenvedélyek. Az érzelmeit itt látjuk bal oldalon, a király és a királynő. Ő a király, te vagy a királynő. Ő, mint király, uralkodik az érmék felett, rendezi az anyagiakat, sikerei vannak a munkahelyén, de elvárja az elismerést, hiszen ő a király. Te vagy a királynő az ő szemében. Itt újra a bot jelenik meg, mint itt is, sőt, itt a kezedben is megjelenik ez a bot. És jelenti a tűz elemét. Ő tudja azt, hogy bátor vagy, hogy be tudod bizonyítani magadat, hogy valami lelkesít téged, és hogy megvannak a szenvedélyek. Mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Újra megjelensz, mint egy királynő, ezúttal uralkodsz a víz eleme felett, ami jelenti az intuíciódat, jelenti a belső hangodat, a spirituális területet, de jelenti az érzelmeket is kettőtök között. Itt is a botok vannak, tehát a tűz eleme, de itt vannak még korlátozások. Az is lehet, hogy a tűz elemét másképp éled át, és valami miatt dühös vagy valamire, vagy dühös vagy valakire. A düh az szintén a tűz eleméhez tartozik, de cselekedni fogsz, megvéded magadat, átteszed magadat ezen a helyzeten. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt vannak kihívások, különösen ami az ismerősöket illeti. Úgy tűnik a képen, minthogyha minden hölgy be akarná bizonyítani magát, mintha egy verseny lenne. De te vagy az uralkodó nő, tedd át magad ezen a helyzeten, nem kell itt ebben a csoportban lenni, nem kell bebizonyítani itt most magadat, hanem uralkodj a helyzet felett. Én úgy gondolom, jobb lenne, ha visszahúzódó lennél. Itt döntések lesznek. Van két lehetőség. Mivel itt az érmék láthatóak, ez lehet egy munkahelyi ajánlat. Vagy nála, vagy nálad. Itt van még egy szűkös helyzet, de ő segít neked. Kiléptek ebből a szűkös helyzetből, és akkor meg lesz a szabadság.
érzette, felszabadultnak érzitek mindketten magatokat, és akkor lesz itt vidámság, tánc, nevetés. Újra megjelensz, mint egy királynő, és uralkodsz az érmék felett, tehát az anyagiak felett megvannak a munkahelyi sikerek, sőt az értékek is. Ő a király, te vagy itt a királynő. És mi fűz össze benneteket, az itt középen látható? Itt nagy nyereményről van szó. Ezek lehetnek a pénzügyi dolgok, vagy munkahelyi sikerek, a párkapcsolatban jelentik a belső értékeket. Persze az is lehet, hogy ő segít neked. Az ő jelenlegi helyzete itt vannak lehetőségei, különösen ami a munkáját illeti, itt is látható, hogy döntésekről van szó. Ez jelentheti a te helyzetedet is, hogy nálad is lesznek munkahelyi változások, de nála is. A te jelenlegi helyzeted itt te vagy a mágikus hölgy, ő a mágier, tehát a varázsló, ő a varázsló, de te is varázsló vagy. És megvan köztetek a varázslatos kisugárzás, és ez a vonzalom. És ez volt a szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!